Kedves érző lények. ez a videó egy nagyon populárisá vált fogalomról fog szólni, nem másról, mint a nirvána. Ugye a nirvána az együttes formájában is szerepelt, és hát ma mindenki azt mondja, hogy nirvánába jutott, vagy, vagy nirván, megyek a nirvánába, ma étterem is van, a páli megfő a nibbána, azt kevéssé használjuk, és hát sokszor a köznyelvi világunknak is a részével vált ez a kifejezés. Hát nézzük meg, hogy mit is jelent a nirvána, mert problematikus fogalommal állunk szemben, vagy ellen, vagy mellette, mint ugye a legtöbb buddhista fogalomra, ez ugyanígy jellemző a nirvánára is. Eredendően a nirvána az egy cél. Tehát szoktuk mondani, hogy a buddhista gyakorlásnak a célja a kioltódás most ezen a ponton nyilván nagyon fontos tudni, hogy jó, de minek a kioltódása? És erre azt mondják a szövegek, hogy a három tűz kioltódása az, ami definíció szerint a nirvána. Mi ez a három tűz? tehát eleve nirvánának a szavában ugye benne van ez a, ez a vana, valamint ugye, tehát az elfújni, elfújni valamit, fújni és az elfújni, a fújással megszüntetni. És a, ahogy a például a gyertyalángot elfújjuk, ez önképpen ez a nirvána kifejezésnek az egyik értelmezése. És ebből a szempontból, hogy a három tűznek az elfújása vagy megszüntetése, a három tűz a számszárát fenntartó három ok, a vágy, a harag és a nem tudás vagy a kételj. Ezek azok, amiket tüzeknek nevezett a butha, és ha a híres tűzbeszédet is megnézitek, akkor azt lehet látni, hogy egy lángokban áll a világ szerzetesek, és akkor elmondja, hogy minek a lángjaiban áll, a szenvedélynek a lángjában áll, a létszomjnak a lángjában. Tehát a három tűz az általában ezt a három szenvet, vagy klésát jelentette, vagy páriul kilészát. Most ez a szenvedélyeket néha az olajjal kapcsolták össze, tehát olyan, mint hogyha ez a, az olaj égetné, vagy az olaj tartaná fönn a, a, tüzet. Tehát egy, néha érdekes ilyen, ilyen fogalom átmenetek vannak, hogy az olaj is, ami egyébként táplálja, vagy a tűz, ami önmagában ugye ez a szenvedélyeknek a tüze, és hogy mi ég, ég az öt kanta, tehát az öt halom, tehát a ragaszkodásnak az öt halmaza. Na most amikor ez elég, amikor ez megszűnik, ami azt jelenti, hogy a ragaszkodás öt halmazából megszűnik a szenvedély, magyarán megszűnik a ragaszkodás, akkor eldobban, tulajdonképpen kioltódik ez a láng, és erre mondta a butha, hogy, hogy a nirvánába távozott, számára megszűnik mindenfajta szenvedés. Tehát az egyik ilyen megközelítés szerint a nirvána az ez a folyamat, vagy erre a folyamatra utal, amiben azért különös, mert az a nír és a vana, ez, hogy, hogy megszüntetve elfújni, ebben azért van egy olyan fajta érdekesség is, hogy kapcsolódik ez a légzéshez és a pránához. Tehát amikor mi ezeket a szenvedélyeket, a szenvedélyek tüzét, a vágy tüzét, a harag tüzét és a nem tudás kétei tűzét tűzét szeretnénk elfújni, akkor van egy ilyen fajta jelentése is, hogy használnunk kell a légzésünket. Tehát légzés gyakorlatokkal segíthetjük ezt a folyamatot, ami a tüzeknek az elfújása, a kioltódás. Úgyhogy ez az alapvető hozzáállás a nirvánához, hogy a három tűznek az elfújása, a nirvánának a jelentése, de sajnos a nirvána nem egy ilyen egyszerű fogalom, hiszen a vanának többfajta értelmezése van, vánának is többfajta értelmezése. Például az egyik értelmezése az erdő vagy fa. Most ebben az esetben ugye az erdő megszüntetése is egy lehetőség, értelmezési lehetőség, amire azt mondják, hogy igen, ugyanúgy a fák, tulajdonképpen a ragaszkodásainknak, a rögeszménynek, a tévedéseinknek a tudati fáit kell valahogy megszüntetni, de ez annyiban nem valószínű, mert a buddhizmuson belül például a nem ártás fogadalmai között ott volt bármi nemű fának a kivágása, az tiltott. Tehát ez az értelmezés, ez vannak olyan néztek, amelyek ugye ezt próbálják így validálni, de ez nem valószínű. Viszont a másik értelmezés az erdővel kapcsolatban, hogy ami túl van az erdőn, az már ennél sokkal érdekesebb, Például a japán buddhizmusban, zenes vonalakon van ilyen fajta hozzáállás, hogy a nirvána tulajdonképpen az, ami túl van az erdőn. Mit jelent ez? Ki van az erdőben? Az erdőben van az elvonult szerzetes. Pontosabban az elvonult jogi, hiszen hogyha valaki elvonul, akkor a legtöbb iskolánál ott ilyenkor leadják ugye a szerzetesi fogadalmakat, és tulajdonképpen jogi fogadalmakat tesznek le. Nem véletlen, hogyha mondjuk ritkán látunk elvonulásról képeket, de még a taj, taj, taj buddhizmuson belül is, amikor valaki szerzetes, az nem elvonult életmódot él, hanem szerzetes életmódot, aminek ugye egy nagyon komoly szabály környezete van, mit tehet, mit nem tehet de amikor elvonul, akkor onnantól kezdve a szakáluk és a hajuk nő, és nem hordják a szerzetesi köntös. Tehát ez egy érdekes dolog, ugyanígy a tibeti buddhizmusban is, amikor valaki a hosszabb elvonulásra megy, akkor ott kilép a szerzetesi világból. Tehát tulajdonképpen, amikor valaki elvonul, akkor van az erdőben, az e bemegy az erdőbe. És mi van az erdőn túl? Na hát ez a nirvána. Tehát ez a fajta hozzáállás is egy érdekes aspektus, és hozzáad a nirvánának a jelentéséhez, vagy jelentőségéhez, hogy, hogy ami túl van a, az erdőn, tehát amikor valaki az elvonulását sikerrel végigcsinálja, és túllép az erdőn, az tulajdonképpen a nirvána. Tehát tulajdonképpen ez is azt mondja, hogy a nirvána az az elvonulással érhető el. Fontos tudni, hogy a nirvána az nagyon sokszor összecseng a harmadik nemes igazsággal, és főleg a déli buddhizmuson belül van egy olyan elképzelés, hogy a harmadik nemes igazság a végcélről szól. Tehát valójuk úgy gondolják, hogy a négy nemes igazság egy olyan okokozati felépítmény, ahol az első nemes igazság nyilván a következmények igazsága, Ugye a szenvedés az egy következmény, a szenvedés okait vizsgáljuk a második igazságban, és ők úgy gondolják, hogy a szenvedés megszüntetése az egy következmény, ami a harmadik igazság, ami egyébként logikailag elég furcsa, és utána pedig következik az az ösvény, ami elvezet a megszüntetéshez. Nagyon sok nézet van főleg a téraváda rendszerben, ami azt gondolja, hogy a nirvána igazsága, a harmadik nemes igazság, ezzel egyébként az mond ellent, hogy nem így hívják hanem nirótha igazságának nevezik a harmadik nemes igazságot, és vannak olyan tanítások, amelyek kifejezetten ezzel a különbséggel foglalkoznak a téraváda belül is, tehát ahol elmondják, hogy a Nirótha nem egyenlő a Nibbánával, vagy a Nirvánával, hanem a Nirótha az definíció szerint a Vedaná, Szkantha és a sanyás Szkanthának a kioltódása működésének a kioltódása. Most ezt hogyan értelmezzük? A vedana az egy érzet, a szanyá az pedig egy tudati működés, egy felismerés. Tehát azt nevezik niróthának, amikor az öt kanthán belül ez a második és a harmadik tag, a vedonát, tehát az érzés vagy, vagy érzet, és a felismerés vagy érzékelés kioltódik, megszűnik. Megszűn, az is, megszűnést jelent egyébként a nirótha és utána azt mondja, hogy ez vezet el majd a nirvánához. Tehát itt azért ez fontos tudni, ez nem sokan tudják, hogy, hogy a, mi a különbség a nirótha és a nirvána között, és a harmadik neves, nemes igazságot nirótha igazságának nevezik, tehát ott a szenvedés okai megszűnnek. Természetesen mondhatjuk azt, hogy ez a megszűnés, ez egyelő a nirvánával, hogy elégnek, de ezen a ponton jelenik meg egy újabb probléma, hogy mit jelent a pari nirvána, vagy mit jelent a maha pari nirvána. Tehát amikor a buddha ugye a buddhává vált, akkor nyilvánvalóan a nirót hát azt ő beteljesítette, tehát megszüntette a szenvedésnek az okait, különben nem lehetne definitíve butha. Akkor mégis, amikor ő fizikai testétől szűnt meg, vagy vált el, akkor miért nevezik ezt is nirvánának. Tehát ez megint azt jelenti, hogy a harmadik nemes igazság, tehát a nirótha igazsága és a nirvánának a tényezője az nem ugyanaz, az nem teljesen ugyanaz. Egyébként ugye nyilván azt mondják, hogy a, hogy a térváda rendszer az többfajta nirvánáról beszél, tehát azt mondja, hogy Létezik maga a nirvána, a megvilágosodott állapotnak egyfajta definíciója, létezik aztán a parinirvána, amikor megszűnik ugye a testi támasz, és ezáltal a kioltódásnak egy sokkal magasabb foka jelenik meg, tehát a parinirvánát így értelmezik, és így értelmezhetjük mi is, hogy a buddha még mindig kötöttséget kellett, hogy megéljen azzal, hogy volt egy karmikus fizikai teste, ami, ami, szülőktől volt. Ugye nyilván az anyát tudjuk, ugye az, hogy apától született, nem, az egy, az egy külön kérdés. Valószínűleg nem, tehát a leírások szerint nem. Tehát, hogy tulajdonképpen ettől az utolsó kötöttségtől is megszabadult, és a pari az ez. És érdekes, hogy a Téreváda rendszerben van egy még egy másik nirvána, ugyanis ez még mindig egy kötöttség egy butha állapot számára, hogy a tanításai itt vannak. És azt mondják, hogy az igazi nagy kioltódás, az igazi nagy nirvána akkor lesz, amikor a buddha is megszűnnek. És tulajdonképpen akkor lesz a, a, teljes ellobbanás, vagy a kioltódás. Hát ezt nem tudjuk. De minden eset egy érdekes szempont. Úgyhogy, amikor nirvánáról beszélünk, akkor érdemes nézni ezeket a jelentéseket, hogy ha mi ezt elfújásnak, megszüntetésnek nevezzük akkor, oké, okay, de mit? Ugye azt mondják, hogy a létezés, a számszárának a három tüzét fújjuk el, szüntetjük meg. Itt természetesen a légzőgyakorlatoknak a fontossága, a van a fújásnál előkerül. Akkor maga a megszüntetés jelentés is a vanában benne van. Nyilván aki ki, megszüntetné kioltani a dolgokat, és ugye ott van az erdő és a fa, értelmezése is, ami, ami, szintén egy érdekes aspektus. Úgyhogy amikor a nirvánáról beszélünk, akkor ezeket érdemes szerintem úgy fontolgatni magunkban, és nyilván az, hogy a nirvána az bizonyos értelemben mivel nir, tehát fosztóképzős megközelítése valaminek. Tehát amikor elérésről, megvalósításról beszélünk, akkor a nirvána az egy olyan szemszög, hogy jó, amikor elérünk valamit, akkor közben mi szűnik meg. Tehát ilyen szempontból látunk rá a megvalósításra, vagy megvilágosodásra, hogy tudjuk, hogy igen, ez a megvilágosodott állapot, ez azért van itt, mert az akadályok megszűntek. És nagyon fontos a nirvánánál azt is tudni, hogy amikor megvilágosodásról beszélünk, akkor eleve megvilágosodott állapotban vagyunk, és azért lehet a megvilágosodásnak szinonimája a nirvána, mert az akadályok szűnnek meg a nirvánánál. A hánál, ami a harmadik nemes igazságról szól, meg azért indokolt, hogy utána még kell az ösvénynek következnie, mert a nirótha az tulajdonképpen az ötszkanthából csak a vedaná és a szanyjának a megszűnését jelenti. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, és nagyon jó utat a nirvánába! Sziasztok!